A Pop Fesztivál című koncerten világhírű előadók műveit hallatta a közönség fúvós hangszerek tolmácsolásában. Abba, Queen, Elton John, Robbie Williams, csak néhány ismert név a széles repertoárból. A visszajelzések alapján jött az ötlet egy könnyedebb hangvételű koncert megvalósítására, mondta Varga Balázs, a Tamási Koncert fúvós zenekar művészeti vezetője. Hát felmerült egy olyan igény, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit könnyedebb vizekre eveznék, és csinálnánk egy úgymond egy ilyen popzenei koncertet. És akkor úgy döntöttünk, hát két hónappal ezelőtt, hogy most akkor ezt szeretnénk is megvalósítani. És hát nagyon úgy néz ki, hogy ez elég jó ötlet volt, hiszen fantasztikus közönségünk volt, tehát háza nagyon rég volt már ekkora nagy sikerünk és ekkora nagy érdeklődés, úgyhogy azt gondolom, hogy az jó döntés volt. A zenekar pályafutása során volt már hasonló koncertjük. 2006-ban új alakulások 20 éves jubileumát ünnepelték, ennek keretében adtak egy könnyűzenei koncertet a Tamási Fúvós Egylettel közösen, amely új alakulásának 10 éves jubileumát tartotta. 2019-ben pedig egy filmzene és musical válogatással örvendeztették meg a közönséget. A szombati előadás teltházas volt, fergeteges sikerrel. Sokan szerettek volna bejutni, azonban minden jegy elkelt. A közönség soraiban kevesen voltak az igazán fiatalabb korosztály képviselői. A koncert egy későbbi időpontban megismétlésre kerül, valamint készül a zenekar egy hasonlóan nagyszabású produkcióval. Februárban, ahogy mondtam, megismételjük ezt a koncertet, és akkor úgy terveztük, hogy április környékén szeretnénk csinálni egy filmzene koncertet. Ugyanis az megint csak egy olyan dolog, ami elég népszerű tud lenni a közönség körében is, és a zenekar körében is, ugyanakkor elég nagy szakmai kihívás nekünk is, tehát szép feladat van előttünk. A zenekar összetétele korosztályát tekintve vegyes. Erről is beszélgettünk a zenekar művészeti vezetőjével. Ez mindig egy elég komoly kérdés, hogy a piciket hogyan tudjuk beintegrálni ebbe a igazán vegyes korosztályba. Azért akik ide bekerülnek ebbe a zenekarba, ők azt gondolom, hogy 100%-ig itt a Tamásiban az Alapfokú Művészeti Oktatási Intézményben tanulnak, és hát nyilván itt a kollégákkal megszoktuk azért beszélni, hogy nem csak zeneileg, hanem emberileg is kik azok, akik esetleg be tudnak illeszkedni, vagy alkalmasak a feladatra. Úgyhogy itt azért komoly rosta van, úgymond, hogyha szabad így kifejeznem. De ahogy láthatták is, ez egy elég sikeres projektnek mondható, hiszen most azt gondolom, hogy a zenekarnak a kétharmada, azt mondhatni, hogy a 20-as évei elején jár, vagy az alatt van, úgyhogy én ennek nagyon örülök, mert ezek szerint a zenekarnak van jövője. A fúvósok 2022-ben ünnepelték a zenekar 60 éves fennállását. A szombati eseményen köszöntötték a zenekar tagjait aszerint, hogy melyikük hány éve tag, mennyi ideje zenélnek együtt a többiekkel. 2018 márciusától Elek Péter a Sásdi Koncert fúvózenekar karnagya vette át a Tamási Koncert fúvózenekar művészeti vezetését. 2019-től Varga Balázs irányítja a zenekart.